A Vásárhelyi Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Pitvaroson tartott fogadóórát Lázár János. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a kormányzatnál sikerült kijárnia a Nagyér, Amrószfalva, Pitvaros, valamint a Mezőhegyes, Pitvaros, Csanádpalota közötti útszakaszok felújítását. Továbbá beszámolt a település szennyvíz problémáját megoldó nyertes pályázatról is. Lázár János országgyűlési képviselő fogadóórát tartott Pitvaroson. Többek között beszámolt a térséget érintő közlekedés helyzetéről, volt, aki javaslatokkal érkezett a volánbuszok menetrendjének átalakítására. Egy civil szervezet is felkereste a képviselőt, mivel a közelmúltban mintegy 200 millió forintot nyertek egy a hátrányos helyzetű nők felzárkóztatását segítő programra, és szerették volna a képviselő segítségét kérni a program lebonyolításához. Céljuk, hogy 3 év alatt 1000 nő számára keressenek munkahelyet, valamint fontos, hogy tanácsadást is biztosítsanak számukra. Pitvaroson tartottam fogadóórát a választókerületem egy 1500 fős településen, polgármester úr segítségét is igénybe véve, mintegy 10 kerestek föl, ami egész megtisztelő így kedd délután, kedd este felé. Sok érdekes ügy került napirendre, az egyik például a térséget érintő közlekedés helyzete. A volánmenetrend átalakítására kaptam lakossági javaslatokat, elsősorban a Tótkomlós, Nagyér, Amrószfalva, Pitvaros, Mezőegyes vonal használatára és buszközlekedés biztosítására. Itt tudom elmondani azt, hogy a kormányzatnál sikerült kijárni, hogy Nagyér, Amrószfalva és Pitvaros között az utat felújítsuk, és Mezőegyes, Pitvaros, Csanádpalota között is. Tehát a választókerületemnek ezen az északkeleti sarkában lesz egy nagy útfelújítási program, részben a Mezőegyesi Ménesbirtok, részben pedig a választókerület Tótkomlóssal és Makóval való összekötése okán. Többen ingatlanok sorsával kapcsolatban keresték fel, hiszen elég sok az állami vagy köztulajdonban lévő üres ingatlan, és ezek rendezetlensége továbbra is probléma. A személyes kérdések mellett azonban több a település teljes lakosságát érintő ügy is terítékre került. A politikus hozzátette, a települési tankerület hamarosan felújítja a helyi iskolát. Lázár János kiemelte, sokan átjárnak például idénymunkát végezni, és a jövőben is arra törekednek, hogy a tangazdaság a környékbeliek számára egy potenciális lehetőség legyen. A képviselő hozzátette, már érezteti az a hatását, hogy az állam átvette a céget, és próbál segíteni, így például nemrégiben ingyen tűzifát biztosítottak az érintettek számára. A Szevijép ügy elsőrendű vádlottját 5 év 2 hónap fogházra, a másodrendűt 6 év börtönre, a harmadrendűt 5 év 2 hónap börtönre ítélte első fokon kedden a Szegedi Járásbíróság. Az útépítéssel, vízépítési létesítmények kivitelezésével és magasépítéssel is foglalkozó, már felszámolás alatt álló Szevijép ZRT egykori vezetőit a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbüntetben mondták ki bűnösnek. A végrehajtandó szabadságvesztés mellett a vádlottakat 5 évre eltiltották a gazdasági szervezet vezetésétől, valamint 1 millió, illetve 1,25 millió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezték őket. A hitelezők és a magyar állam a per során bejelentett polgári jogi igényét a bíróság egyéb törvényes útra utasította azzal, hogy további 2 hónapra fenntartotta a vádlottak vagyonának zár alávételét. A felszámoló által előterjesztett polgári jogi igényt pedig formai hibák miatt a bíróság végül értemben nem bírálta el. A bíróság a vádlottakkal szemben letöltendő szabadságvesztést szabott ki. Az ügyészség az elsőfokú bírósági
ítélet kapcsán az ügyész nyilatkozat megtételére 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn. Az ügyészség ugyanakkor indokoltnak tartotta a vádottakkal szemben kényszerintézkedés alkalmazását. Az erre vonatkozó ügyészi indítványt ugyanakkor a bíróság elutasította, az ügyészség ezen végzéssel szemben fellebbezést jelentett be. Az első és a harmadrendű vádlott kapcsán bűnügyi felügyelet elrendelésére, még a másodrendű vádlott kapcsán pedig letartóztatás elrendelésére. Ennek indoka pedig az ügyészség álláspontja szerint az, hogy a bírósági ítéletben kiszabott nem jogerős szabadságvesztés tartama miatt az elrejtőzés, illetve szökés veszélyétől alappal lehet tartani. A bíróság azzal, hogy bűnösnek mondta ki az építőipari cég egykori vezetőit, igazságot szolgáltatott a Szevijép ügy károsultjainak, jelentette ki Szabó Bálint. A Szevijép egykori beszállítóinak egy részét képviselő Liquid Control Kft. Ügyvezetője sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a bíróság is kimondta, Szeged legjelentősebb gazdasági és politikai bűncselekményében ellopták 516 alvállalkozó pénzét. Egyetlen egy kérdésre nem kaptunk ma választ, és ebben az eljárásban nem is kaphattunk választ, nevezetesen, hogy hol a pénz. Ugyanakkor a mai ítélet megalapozza azokat a további eljárásokat, amelyeket már korábban is kilátásba helyeztünk, úgyhogy a Szevijép károsultak nevében ezúton szeretném bejelenteni, hogy még a mai napon a eltűnt, ellopott, a csődbűncselekménnyel eltüntetett, a 3 Szevijép vezér által eltüntetett pénzek nyomába eredünk, és büntető eljárást kezdeményezünk. Első körben a Újhelyi István sofőrje által vezetett biztonsági üzem Kft.-nek bűncselekménnyel átadott közel 500 millió forint vonatkozásában, és másodszorban pedig a szegedi önkormányzatot a mai napon egy átiratban arra kérjük, hogy azonnal rendeljen el és állítson fel a Szevijép ügyben önkormányzati vizsgálóbizottságot, amely során, vizsgálóbizottsági működés során tisztázni tudjuk azt, hogy a szegedi önkormányzatnak egyik oldalról pénz átutaló szempontból milyen szerepe volt, másik oldalról a szegedi önkormányzat tisztségviselőinek milyen felelőssége van a pénz eltüntetését illetően. Ma a vádlottak padján Botka Lászlónak és Újhelyi Istvánnak kellett volna ülni, hiszen a Szevijép ügy az ő ügyük. Az ítéletet nekik kellene letölteni, olyan sajátos azonban a magyar jogrendszer, hogy azok, akik a Szevijép tevékenységének a legnagyobb politikai haszonélvezői voltak, elkerülhették a felelősségvállalást. Nyilatkozta az ítélet hirdetés kapcsán Lázár János a promenád.hu-nak. A térség országgyűlési képviselője szerint a Szevijép ügy is rámutat arra, hogy Szegedet Botka László puhasága miatt egy baloldali politikai és gazdasági maffia uralja. A Wallenberg Nyomán című országos középiskolai vetélkedő egyik regionális fordulójának tegnap az Emlékpont adott otthont. A versenyt Raoul Wallenberg Egyesület szervezte, különböző városokból jöttek csapatok, még a határon túlról is érkeztek fiatalok, hogy összemérjék történelem tudásukat egymással. A tét nagy, mert aki tovább jut a döntőbe és azt megnyeri, Svédországba utazhat jövőre. A tavalyi nagy sikere után immár második alkalommal választotta a Raoul Wallenberg Egyesület történelmi versenyének helyszínéül Hódmezővásárhelyt. Az Emlékpontban a résztvevőket Márki-Zay Péter polgármester köszöntötte. A legfontosabb feladata mindenkinek, nem csak az itt lévőknek, hanem a társadalom egészének, az az, hogy ne tűrje az igazságtalanságot, ne tűrje az elnyomást, és különösen ne tűrje azt, amikor valakiket emberi mi voltukban kérdőjelez meg. A svéd származású Raoul Wallenberg azon kevesek egyike volt, aki a nácizmust és a kommunizmust egyaránt megszenvedte. Az oroszok hurcolták el, míg a nácik üldözöttjeit, a zsidókat menekítette. A róla elnevezett egyesület egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy rendszeresen megrendezze ezt a fiataloknak szóló történelmi versenyt. Azzal a céllal, hogy a mostani generáció tagjai felismerjék, hogy a múlt elemzése nem unalmas időtöltés, hanem egy szükséges cselekedet, ami megvédi őket és utódaikat. Törekszünk arra, hogy érvényesüljön a tolerancia, a rasszizmus elleni küzdelem,
és feltárjuk ennek érdekében a múltat, már nem mi, hanem hát ezt támogatjuk és szervezzük. 7 csapat vett részt a Wallenberg nyomán elnevezésű történelmi verseny vásárhelyi elődöntőjén. Többek között Makkóról, Szolnokról, Zentáról és a Hajdúságból is érkeztek fiatalok a megmérettetésre. Hajdúböszörményből érkeztünk a Bocska István gimnáziumból, és előzetesen a verseny előtt egy kis filmet kellett készíteni, főleg a tolerancia, antiszemitizmus témában, valamint egy Facebook oldalt, aminek a témája főleg egy holokauszt túlélő, életmentő volt, és aki a környékünkről származott, így ezzel foglalkoztunk előtte, valamint több irodalmat vettünk át ebben a témában, hogy felkészüljünk a versenyre. A diákok nem csak a már előre elkészített filmükkel mérettették meg tudásukat, de az emlékpontban, majd a zsinagógákhoz tartozó kiállítóhelyen is teljesíteniük kellett különböző feladatokat. A helyi történésekről is meghallgattak egy előadást, és ha jól figyeltek, akkor az erre épülő tesztet is ki tudták tölteni. A legjobban teljesítő csapat tovább jutott a január közepén megrendezendő budapesti döntőbe, ahol a győztes svédországi jutalomutazást kap. Az Y generáció került fókuszba azon a tárlatvezetésen, amelyet Képíró Ágnes művészet történész hétvégén a 65. őszi tárlat alkotásai között tartott az Alföldi Galériában. A koncepciót az adta, hogy évről évre egyre jelentősebb a fiatal művészek jelenléte a kortárs képzőművészeti sereg szemlén. A vásárhelyi őszi tárlatok életében mindig is fontos szerepet játszottak a pályájuk elején járó alkotók. Jó példa erre, hogy az idei kortárs képzőművészeti seregszemle fődíját a 30 éves Ámer Gergő szobrászművész érdemelte ki. De rajta kívül is jelentős számú fiatal képviselteti magát a 65. őszi tárlaton. Ezért elsősorban rájuk fókuszált Képíró Ágnes tárlatvezetése az Alföldi Galériában. Az Y generáció útjai címet választottam. Ez azért is fontos és különleges az idei őszi tárlat anyagát illetően, mert körülbelül az alkotóknak a negyede tartozik ehhez a generációhoz, és érdekes számomra, illetve bízom, hogy érdekes lesz a közönség számára is, hogy melyek azok a problémák, amelyek ennek a generációnak a gondolatvilágát foglalkoztatják, illetve milyen technikai sokszínűséggel próbálnak erre megoldást alkalmazni. Az Y generációban az 1980 és az 1994 között születettek tartoznak, akik életét a számítógép és a technika száguldó fejlődése határozza meg. Van olyan alkotó, aki a digitális másolásnak azt a fajta technikáját alkalmazza, ami a sok másolás által roncsolódik, szétesik, pixeljeire bomlik. És vannak olyan alkotók, akik ebben az elszemélytelenedővé váló tömegtársadalomban gondolkodnak arról, hogy hogyan tudnák képileg, illetve plasztikáikban visszahozni a hagyományos értékeket. Idén összesen 206 alkotást talált érdemesnek bemutatni a szakértői zsűri. A 65. őszi tárlat egészen december 2-ig látható az Alföldi Galériában. November 24-én szombaton 15 órakor indul a Tramtrain túra a nagyállomástól, jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Juhász Tünde. A 3 kilométeres gyalogtúra végállomásán nem csak a készülő beruházásról tudhatnak meg többet a résztvevők, de a népkerti sörözőben vendégül is látják őket egy meglepetéseket tartogató puncspartin a Szeretem Vásárhelyet Egyesület szervezésében. Olyan gyalogtúrára invitálja a városban élőket a Szeretem Vásárhelyt Egyesület, amely mind műfajában, mind szellemiségében rendhagyó. A nagyállomástól induló és a kisállomás melletti népkert sörözőbe érkező túraútvonal a Tramtrain nyomvonalát járja végig. A villamos vasút, amelynek a kivitelezési munkálatai már hosszú hónapok óta folynak a városban, alapjaiban fogja megváltoztatni Hódmezővásárhely közlekedését, illetve közlekedési szokásait. Szeretnénk olyan információkat átadni a hozzánk csatlakozó túrázóknak, amiből azt tapasztaljuk, hogy hiány van a városban. Nagyon sokan nincsenek képben, nem ismerik ennek a beruházásnak a részleteit, nem tudják, nincs információjuk arról, hogy mit fog jelenteni ez a villamos vasút a hétköznapi életben.
Az utunk során el fog kísérni az építető konzorciumnak egy műszaki szakembere, tehát olyan mérnöktől fogunk információkat kapni, aki egyrészt naprakész és minden egyes részlettel tisztában van. Ő el fogja mondani, hogy hol lesznek megállóhelyek, el fogja mondani, hogy egy-egy megállóhelyen hány kerékpár tárolására alkalmas lehetőség lesz, hol lehet majd a gépjárművekkel, személyautókkal parkolni, milyen újabb körforgalmak fognak épülni a városban, illetve például arról is szó fog esni, hogy az Andrássy úton hogyan fog megváltozni az utcakép, hol fog új sétáló utca teremtődni, a Hősök tere képe is miként fog megváltozni. A túrázók egyéb helytörténeti és régészeti érdekességeket is megtudhatnak, sőt, akik végig sétálják az Egyesület tagjaival a 3 kilométeres túrát, azoknak a végállomáson meglepetéssel kedveskednek a szervezők egy puncspartin, ahol forralt bor és alkoholmentes italok is lesznek. Továbbá kis hajapnivalóval, debrecenivel, mustárral, hasonlókkal készülünk. Ami nagyon fontos lenne, szeretnénk kérni mindenkit, hogy aki tudja és módja van, az jelölje vissza, hogy el tud-e jönni a rendezvényre. A részvételi szándék jelzésére azért van szükség, hogy mindenkinek jusson az ételekből és italokból, amelyet a népkerti sörözőben a túra végállomásán fogyaszthatnak el a résztvevők. Befejeződött a magyar-román békefenntartó zászlóai idei gyakorlata Romániában, tájékoztatta híradónkat Búz Csaba főhadnagy, a Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandár kommunikációs tisztje. A két nemzet katonái immár 20 éve dolgoznak együtt eredményesen. A magyar-román közös békefenntartó zászlóai 1998-ban alakult meg azzal a céllal, hogy a két nemzet közös erő alkalmazásával béketámogató és béke kikényszerítő feladatokat lásson el. A zászlóai vezetése és irányítása a NATO elvek szerint történik, és a két nemzet a vezető beosztásokat évi váltással biztosítja. Az idei harcászati gyakorlatot az egyik romániai gyakorlótéren tartották. A zászlóai volt parancsnokai és a résztvevő alegységek dandár parancsnokai is megnézték a közösen felállított szakaszok éles lövészetét, amelyen a magyar és a román katonák közösen bizonyították felkészültségüket. Majd az idei gyakorlat az aradi laktanyában megtartott ünnepélyes sorakozóval ért véget, ahol a román nemzetvédelmi miniszter is részt vett és beszédében kiemelte. A közös békefenntartó zászlóai fennállásának 20. évfordulóját ünneplik, ami nagy jelentőséggel bír a magyar és a román honvédség közötti kapcsolatban, mert erősíti a nemzetek közötti együttműködést. Ruszin Romulus, a Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandár parancsnoka arra hívta fel a figyelmet, hogy a közös gyakorlattal töltött évek látható eredményeket hoztak a zászlóai életében. Ahogyan fogalmazott, ezt a zászlóaljat jól képzett parancsnokok irányították és irányítják, kiemelkedő példát nyújtva az együttműködéshez. A hétvégén a vásárhelyi Crystal Dance Club Majorett Egyesület megrendezte az első Crystal Open Majorett és Pompom versenyt. A színvonalas megmérettetés zárásaként a város csapata 12 éremmel köztük 4 arannyal büszkélkedhetett. 150 fiatal lány érkezett a hétvégén a Balogh-Imsi Sportközpontba az első Crystal Open Majorett és Pompom versenyre. A nemzetközi megmérettetésen összesen 50 produkciót értékelt a szakavatott zsűri. A kicsik és nagyok szóló, duó, trió és csapat kategóriában mérték össze tudásukat. A Crystal Dance Club idén ősszel alakult át egyesületté, melynek elődje a Hód Kristály Majorett csoport volt. Jelenleg a csapat 20 lányból áll és 2 csoportra osztott, 5 és 10 éves kislányok, valamint 12-től 22 éves korú lányok képviseltetik magukat. A Majorett és Pompom versenyre többek között Zentáról, Szegedről és Gyomaendrődől is érkeztek. A vásárhelyi csapat 2 éve kezdte el a versenyzést. Zentán és Aradon is megmutatták ügyességüket, és aranyéremmel tértek haza a tradicionális kategóriában. A majorettezés az a botforgató lányokat jelenti. Ezek legzömében fúvózenekari koreográfiákat mutatnak be, vagy fúvózenekari közösségekkel szoktak szerepelni. A majorettezésből is már ugye vannak versenyek, van 2 szervezet itt Magyarországon is, a Magyar Majorett Szövetség és a Magyar Majorett Szervezetek Szövetsége, akik versenyeket szerveznek országos szinten, illetve ugye
tagként lehet hozzájuk csatlakozni mazsoret csoportoknak. A pomponosok ugye azok akrobatikus elemeket tartalmaznak, általában ők többen vannak, emelések, és a pompon az inkább akrobatikus elemeket tartalmazó verseny, és hát ugye általában aki mazsorettezik, az szokott pompont is használni eszközként. A hódmezővásárhelyi táncosok kiváló eredményeket értek el, ugyanis 12 éremmel, köztük 4 arannyal zártak a lányok. Galambos Kornélné elmondta, hogy bárki jelentkezhet hozzájuk, aki szeretné magát kipróbálni ebben a különleges sportban, ugyanis jelentősen hozzájárul a fiatalok testi, esztétikai fejlődéséhez és segít a mozgáskultúra kialakításában. Fejleszti a mozgást, koordinációt, továbbá segíti a helyes testtartás kialakulását. A közös munka és fellépések összekovácsolják a fiatalokat, új emberekkel és élményekkel gazdagodhatnak. Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Csütörtökön reggel is marad a túlnyomóan borult, párás idő, többfelé gyenge esővel. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 4 fok körül alakul. Holnap is a felhőké lesz a főszerep, ismétlődő esőre, záporra készülhetünk. A hőmérséklet 8 Celsius fokig emelkedik.